A meghívottak azt üvöltötték, kegyeletből jöttek. A felháborodott tüntetők pedig azt kiabálták, hogy nem tűrik. Nem tűrjük! A szoborra tiltakozó transzparenseket akasztottak, ezek súlyától egy időre a lepel is lecsúszott, de a tiltakozók hamar visszarakták. Donát György, a Magyar Élet pártjának alelnöke, kormánypárti országgyűlési képviselő volt a második világháború idején. Az egyik, aki szorgalmazta a zsidó ellenes törvényeket. Egyesületközi együttműködés néven ernyő szervezetet alapított fajvédő civil szervezeteknek, amelynek alapszabálya előírta, hogy idézem, a magyar élet bárminő irányításából ki akarjuk zárni azokat a fajokat és népelemeket, amelyeket a magyarságra és az itt élő nemzetiségekre egyaránt károsnak ítélünk, elsősorban a zsidóságot. Ő fasiszta volt abban az értelemben, hogy Mussolini híve volt, tehát a demokrácia ellensége, de nem szerette a nácikat, mert a magyarországi svábokat is, miként a zsidókat is jogfosztottá, kifosztottá, és végül is földön futóvá akarta tenni. Donátot köztársaság ellenes összeesküvés vágyával végezték ki a második világháború után, a kommunisták által kreált első koncepciós perben. Ezért akart most neki szobrot állítani a politikai elítéltek közössége, méghozzá a kommunizmus áldozatainak csütörtöki emléknapja alkalmából. Közpénzből állítják ezt a szobrot. A Szabadságharcosokért Közalapítvány 15 millió forintot adott ennek a szobornak a létesítésére. A szobrot Donát egykori ferencvárosi lakásának falánál akarták felavatni, vagyis alig néhány méterre a holokauszt emlékközponttól. Az Állami Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója mégis tragikusnak nevezte a dulakodást. A Híradónak amúgy azt mondta, nem tudta, hogy Donát zsidó és sváb gyűlölő volt. Én nem tudom, hogy rasszista vagy antiszemita volt, én arról nem tudok. Az avatóbeszédet Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, és Boros Péter volt miniszterelnök mondta volna el. Meg is jelentek a helyszínen, de aztán gyorsan távoztak. Gulyás azt mondta, Donát megérdemelte volna a szobrot. Az európai demokráciák nagyon sok olyan embert tisztelnek mártírimok vagy más cselekedeteik miatt, amelyek kvázi az egész korábbi életét felülírja és mindent jóvá tett. Harangozó Tamás szocialista országgyűlési képviselő tükröt tartott Gulyás Gergely elé, miután a fideszes alelnök csalódottan visszaült az autójába. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége közleményt adott ki, határozottan ellenzik, hogy Donátnak szobrot állítsanak. Azt írják, dicstelen politikai szerepvállalása felett akkor sem szabad szemet hújni, ha világigést követően egy koncepciós perben halálra ítélve a kommunizmus áldozatává vált.